utolsó mozzanatok az esti szakmai premier előtt, csütörtök este mutatja be a legújabb darabját a Győri Balett Black to Say Silence címmel. Ezúttal azonban már délelőtre is jutott lelkes nézősereg, hiszen az ESI idős klubjainak szépkorúi látogattak a próbára. Nagyon szeretünk örömet okozni különböző kluboknak, és nagyon nagy boldogság, hogy az idősek klubját köszönhetjük egy kis kulissza bejárásra, vagy egy olyan pillanatnak a megtekintésére, amire egy átlagnéző természetesen nem tud bejönni. Konkrétan ugye ma este lesz a szakmai premierünk, ma délelőtt a kedves vendégeink megnézhetik, hogy egy táncos életének mit jelent az premier előtt, délelőtt, amikor még próbál próbaruhába a fények, még utolsó simításokat végezzük a bemutatóra. Nem újdonság Győrben, hogy az idősek látványos és izgalmas programokon vehetnek részt, az önkormányzat továbbra is törekszik arra, hogy a szépkorúak aktívan töltsék nyugdíjas éveiket. Intenzíven készülünk a Európai Kulturális Fővárosa címre, úgy gondoltuk, hogy az érdeklődő klubtagjainknak is bemutatjuk, és ebben nagyon-nagyon nagy segítséget kaptunk a színház részéről, a balett részéről, a Kis János részéről, és én örülök annak, hogy éppen mikor jöttem fel, akkor kérdeztem meg, örülök annak, hogy lelkesek a mi időseink, érdeklődőek, hiszen több mint 50-en jöttek el a klubokból. Én azt hiszem, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy Győr idősbarát város, jó Győrbe idősnek lenni, akkor ezek az apró dolgok is hozzájárulnak ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Az idősek pedig valóban jól érzik magukat, rendszerint nagyon készülnek az ilyen alkalmakra, ez pedig most sem volt másként. A mai rendezvényen körülbelül 60 időssel vagyunk jelen, a Győri Balettel már több éve együttműködik az intézményünk, és úgy gondolom, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy így betekintést nyerhetnek az időseink is ebbe a világba. A 14. országos találkozón egy picit közelebb hoztuk már a balettot a tekintetben, hogy fellépőként voltak jelen és nyitották meg ezt a rendezvényt. Bízom abban, hogy ezt követően már nem csak sötétben és csendben fogunk tapogatózni a balett világában. Iradónkkal egy időben már javában zajlik a sötét, csönd szakmai bemutató. Az idősek pedig vélhetően felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a tartalmas délelőtt során.